köszöntöm Önöket. Ma van a Magyar Kultúra Napja, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Ennek megfelelően a kultúra kiemelt helyet foglal el a mai mozaikban. De nézzük műsorunk témáit röviden. Mai a Bukaresti Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ a Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is színes rendezvénysorozattal ünnepli meg a himnusz születésének napját. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának névadó alapítóját megidéző előadásba pillanthatunk bele. A klasszikus zenének számos jótékony hatásáról szakemberrel beszélgetünk. A Magyar Kultúra Napja apropóján fiatalokat kérdeztünk meg a magyar kultúráról. A Bukaresti Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ fő célja az egyetemes magyar kultúra bemutatása és népszerűsítése román és nemzetközi közegben, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is színes rendezvénysorozattal ünneplik meg a himnusz születésének napját. Hogy pontosan milyen programokat szerveztek és hogyan viszonyul a fővárosi közönség ezekhez, arról már a Liszt Intézet igazgatóját, Kósa András Lászlót kérdezem, akit online kapcsolunk. Jó estét kívánok, köszöntelek a mozaikban. Ezen az emléknapon szerte a világban a magyar kultúrát ünnepeljük. Mit kínál az érdeklődőknek idén az e nap köré szervezett programsorozat keretében a Magyar Kulturális Központ Bukarestben? Minden évben a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan több rendezvényt is szervezünk, ez idén sincs másként. Múlt héten egy mini irodalmi fesztivált szervünk, ami a műfordítások köré, a műfordításokat járta körül. Magyar irodalmi művek román fordításban, illetve román nyelvű irodalmi művek magyar fordításban kerültek bemutatásra, mégpedig a Román Kulturális Intézettel együttműködésben, illetve partnerünk volt a Romániai Szövetsége és a nemzeti irodalmi, román nemzeti irodalmi nyom. Ez, hogyha úgy tetszik, most már egy gyakorlattá vált, hisz 2022-ben szerveztük meg először az Elbeszélő Szálak című mini konferenciát, vagy mini fesztivált, ami a irodalmi műfordításokra fókuszál. Ezt folytattuk az idén, hiszen újra összegyűlt egy olyan sorozat, vagy egy olyan átfogó, több könyvből álló kiadvány sorozat, amit be tudtunk mutatni. Idén 12 kötetet mutattunk be, 10 szerző volt jelen ezen az eseményen, és hát ma este néhány perc múlva, ez pontosan 19 órakor Báncs Lajos kancsterre zeneszerre emlékezünk, akinek január 9-én van a születésnapja. Ő volt a Magyar Fesztivál editója, a Állási Ügyvágya, a legrégebbi fesztiválja a Bukaresti Liszt Intézetnek, hiszen 20. alkalommal fogjuk megszervezni, és minden alkalom Magyar Kultúra Napjához is köthetően, illetve Báncs Lajos születésnapjához igazítva egy koncertre kerül sor. Az előző évi Magyar Fesztivál In Memoriam Báncs Lajos díját elnyert versenyzője lép fel, ma este egy zongorista fog játszani többek között erre magyar zenében. Amúgy hogyan választottátok ki ezeket a programokat? Milyen szempontok alapján döntöttétek el, hogy egészen pontosan mi kerüljön a programba? Ugye általánosságokban nekünk az nagyon fontos, hogy a román közönséget szólítsuk meg, ezért mindig próbálunk úgy fókuszálni, hogy a román nézőkhöz, a román közönséghez, a román hallgatókhoz is bizonyos értelembe forduljunk. Másként egy másik eseménnyel sem, ami szintén januárban szerveződik, január 11-e Szatmári Papp Károly fotoművész születésnapja, ami érdekes módon a romániai fotoművészet napja, és ilyenkor is mindig bevonjuk a román intézményeket, amelyek mondjuk fotoművészettel foglalkoznak, ilyen a Román Fotoművészek Szövetsége, akivel közösen valósítottunk meg egy kiállítást. Amit említettem, az Elbeszélő Szálak második eseménye a Román Kulturális Intézettel közösen, a Román Írók Szövetséggel közösen, most már a Romániai Írók Szövetségével közösen, illetve a Magyar, a Román Nemzeti Irodalmi Múzeummal közösen valósítottuk meg. A ma este pedig egy alapítvány, az Akkum Alapítvány, amely a román fiatal zenészeket támogatja, vele való közleműködésben
zajlik ez a ma esti zongora koncert is. Tehát nekünk mindig fontos az, hogy legyen egy román intézményi partnerünk, akivel közösen szervezzük ezeket a dolgokat, de természetesen a legfontosabb az az, hogy a magyar kultúrának megmutatkozási lehetőséget teret biztosítsuk itt a román fővárosban, ezért hangsúlyosan magyar művek szerepelnek ezeken az eseményeken. Ahogy említettem, az Irodalmi Fesztiválon műfordítások, és itt hangsúlyosan azt mondanám, hogy nem csak írók, költők kerültek fókuszba, hanem műfordítók is. Itt például hangsúlyosan Kocsis Franciszkó, aki több kötetet is fordított azokból a művekből, amelyeket a múlt héten bemutattunk itt az intézetbe, illetve a Román Kutyás Intézetben. Amúgy a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva idén, mekkora az érdeklődés a Magyar Kultúra napja alkalmából szervezett programsorozat iránt, és egészen konkrétan tudjátok-e, hogy kik látogatják ezeket a programokat? Ugye van egy koncepcionális különbség, hogyha úgy tetszik, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon sok rendezvényt szervezünk, akár kisebb közönség szegmenseknek, viszont nagyon-nagyon pontosan megszólítjuk ezeket a közönségünket. A másik pedig az azt mondja, hogy olyan nagy rendezvényekkel lehet megmutatni a magyar kultúrát, amelyek fesztiválokhoz kapcsolódnak, vagy fesztiválokhoz kötődnek. Mi bevallottan az előző 10 évben, illetve pontosabban a Covid idejéig annak voltunk a híve, hogy folyamatosan és minden nap legyen rendezvény az intézetben, és itt jelenítsük meg a magyar kultúrát, akkor nagyon-nagyon pontosan meghatároztuk azokat a közönség szegmenseket, amelyeket az egyes programokkal megszólítottunk. Ez esténként 40-50 embert jelentett tulajdonképpen. A Covid óta egy picit ez természetesen átalakult, sokkal hangsúlyosabb lett a nagyobb rendezvényeknek a jelenléte, azért az elmúlt években már azt kell mondanom, hogy továbbfejlesztettük a Magyar Zenefesztivál, illetve a bukaresti Magyar Filmhét mellett még két fesztivált indítottunk, az egyik a bukaresti Magyar Jazznapok, illetve a másik, amit tulajdonképpen csak helyként, illetve helyi partnerként veszünk részt benne, az a bukaresti Magyar Színházi Fesztivál, ahol erdélyi magyar színházak vesznek részt és hoznak el színházi előadásokat. A ma este során az nagyon jól látszik, hogy kamarazenehez köthetően, vagy kamarazenei koncertek kapcsán etalonnak számít a bukaresti Liszt Intézet, hiszen van egy gyönyörű koncerttermünk, ahol kifejezetten fiatal muzsikusok számára adunk lehetőséget, hogy magyar zeneműveket adjanak elő. Ezáltal, ha úgy tetszik, átfedést képezünk a magyar kultúra és a román kultúra között, hiszen azok a fiatal román zenészek, akik egy-egy magyar zeneszerző művét megtanulják, repertoárjukra veszik, azok nagy valószínűséggel az elkövetkező években egy-egy nagy követei lesznek a magyar kultúrának, hiszen ezeket a zeneműveket, vagy ne adj Isten, több magyar zeneművet is játszani fognak. Tehát nekünk mindig az a fontos, hogy a román közönséget meg tudjuk szólítani, hogy ezt milyen módon, milyen formában tudjuk tenni, az természetesen az egyes rendezvényeink határozzák meg, illetve ahhoz kapcsolódóan tudjuk mi is szegmentálni, hogy ilyen ugye idegen szóval éljek a magyar kultúra napján magát a közönséget, akit mi megpróbálunk elérni. Milyen mértékben volt kihívás a korábbi években ennek a közönségnek a megszólítása, és ez hogyan változott napjainkra? Egy percünk van még a beszélgetésből. Ugye nagyon sokat változott, kifejezetten a Covid miatt. Mi abban az időszakban át is álltunk nagy mértékben az online tartalomgyártásra, és itt hangsúlyozom, hogy nem a megosztásra, hanem a tartalomgyártásra fektettük a hangsúlyt. Ez most kezd visszaállni. Amit mi látunk, az az, hogy az embereknek vágynak arra, hogy újra visszatérjenek a intézményekkel, kutyás szereplőkkel való találkozásra, viszont egészen másként, nem feltétlen a rövid estés találkozásokra, hanem sokkal inkább a fesztiválokra került át a hangsúly. Mi egyelőre ezt tapasztaljuk, ezt még mi is tanuljuk egy picit, reméljük, hogy működik fog. És végezetül egy mondatban, hogyan írnád le, miért fontos, hogy Bukarestben legyen egy ilyen programsorozat? Jó kérdés, egy mondatban nagyon nehéz erre válaszolni, de mégis azt mondom, hogy mégis csak két szomszéd országról van szó, ráadásul a magyar nemzet határai nem esnek egybe az ország határaival. Nagyon nagy számú erdélyi magyar is él, akik a kultúrát nem csak fogyasztják, hanem természetesen, hogy tetszik, gyakorolják is. Ezt az erdélyi magyar kultúrát is szeretnék megmutatni a bukaresti román közönségnek. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez, és jó munkát, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is kellemes estét. A Magyar Kultúra Napját ünnepelve nem feledkezhetünk meg a színház világáról sem. A következő percekben a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának névadó alapítóját megidéző előadásába pillantunk bele, amely a közelmúlt történeteit, de Tompa Miklós személyét egyaránt közelebb hozza az emberikhez. Az előadást Barabás Olga rendezésében láthatja a nagy érdemű. Szerusz! Te vagy az? Bérces László. László. Laci. Laci. Tompa Miklós. Tompa Miklós mesél. Feltartóztathatatlanul, színesen, élményszerűen, életének meghatározó történeteiről, emberekről, akik fontosak voltak, és akiket megőrzött emlékezetében, és persze a színházról. Tompa Miklós a 90-es évek elején mesélt Bérces Lászlónak, így született meg a Székely Körvasút című életinterjú kötet. Ezt a visszaemlékezést pedig most a színpadon is megtekintheti a nagy érdemű. Én csak a történetekből és anekdótákból ismerem már őt, és azért is örültem nagyon, amikor felmerült, hogy ezt elkészítsük, ezt a műsort, hogy itt használunk egy nevet, és nagyon keveset tudunk arról a személyről, akihez kapcsolódik ez a név. Tompa Miklós meghatározó alakja volt a 20. századi erdélyi színjátszásnak, a Marosvásárhelyi Színház alapító névadója. A beszélgetőkönyv, illetve az így belőle inspirálódó előadás is kortörténeti dokumentum, hiszen az 1945-1946-os évi színház alapítás történetét, valamint a marosvásárhelyi és székelyföldi színház kultúra nagyrealista vonulatát is meghatározó alkotó életútjának fontos állomásait dolgozza fel dramatikus, interjúszínházi formában. Van egy pár mondata az előadásban, ami nekem nagyon, nagyon jól esik, vagy jó azokon gondolkodni, vagy azokat mondani akár. Például, hogy humorral mindent el lehet intézni. És hogy ez egy ilyen életszemlélet volt, vagy például mondja egy alkalommal, hogy én szeretem az embereket, nem félek tőlük. Hogy ez is egy olyan jó gondolat volt, hogy valaki úgy viszonyul folyamatosan, hogy bizalommal, szeretettel és megértéssel kapcsolódik a másik emberhez. A kezdet nálam azt jelenti, hogy 32 éves koromban rendező lettem a Kolozsvári Színháznál. Én erre a fiatal emberre, akinek még lomboncos nagyhaja volt, úgy emlékszem, mint egy idegenre. Nagyon szimpatikus különben, és többnyire egyetértek azzal, amit csinált. Mert ennek a fiatal embernek nem volt semmi egyéb a nyúlt agyába, csak a színház. Emlékszem, egyszer például... Az Én így látom, Tompa Miklós mesél című előadás Barabás Olga rendezésében egy időutazásra invitál bennünket, amelyben Tompa Miklós saját szavaival emlékezik vissza életútjára és mindarra, amit megalkotott. A Székely Színház alapító rendezőjét az Uniter díjas László Csaba alakítja. Bérces László szerepében Kovács Károly színművészt láthatjuk, aki egyben az előadás zenei világát is megteremtette. Tehát én abból indultam ki, hogy mi lehet az a zenei atmoszféra, ami megteremti azt, hogy Tompa Miklós szavai élővé váljanak. És akkor gondolkodva arra jutottam, hogy sok próbálkozás után többféle hangszert kipróbálva, hogy mivel Tompa Miklós szólal meg maga, az ő habitusa, az ő lelke, az ő szíve, akkor a szív hangja a ritmus, ez pedig akkor egy ritmus hangszer kell legyen, így lett az idiofon hangszer a handpan a választásom erre az előadásra. Benne kialakult a fölöslegesség tudata. Ő úgy érezte, hogy ő a család fölösleges ember. Ennek persze főleg az is volt azok, hogy az imperiumváltás után ő is állás nélkül maradt, és anyám tartotta el a családot.
ez a történet nem annyira színházcentrikus. Persze a kötetben rengeteg minden van színházról is. Van, aki erről tud, van, aki erről nem is tudom, lehet, hogy aktív részese volt még ennek a világnak. De tulajdonképpen ez egy erdély történet, egy 20. századi magyarországi vagy Románia története, attól függ, hogy milyen impérium volt éppen. És az a gyönyörű példa tulajdonképpen, amire az ember ilyen kikerekedett szemekkel tud figyelni a mai nap is, hogy ebben a nagyon rapszódikus történelmi helyzetben valaki, akinek eltökélt szándéka van, hogy létrehoz egy színházat, egy kultúrintézményt, egy kisvárosban tulajdonképpen, ahol addig nem volt állandó társulat, és ezzel megváltoztatja tulajdonképpen a városnak a hangulatát, a minőségét. Az előadásban próbálunk erre hangsúlyt fektetni, erre a történelemre tulajdonképpen, hiszen ezek számunkra bizonyos szempontból nem ismeretlenek, tehát hogy ilyen-olyan fénytörésben már hallottunk róla a családból, a nagyszülőtől, a szülőktől, és ezért is van az, hogy valahogy sajátjának érzi az ember, amikor ezeket nézi, hallgatja. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a 2024-2025-ös szezonban ünnepli 80. évadát, melynek keretében jelen előadásával saját alapítója és egyben nagy formátumú alkotója előtt tiszteleg. A 2023. decemberében bemutatott produkciót a jubileumi évadra tervezett ünnepi rendezvénysorozat előfutárának, nyitányának szánja a Tompa Miklós Társulat. A színházból most nézzünk át a koncerttermekbe. A klasszikus zenének számos jótékony hatása van, ezért mindannyiunknak jó lenne olykor-olykor elmerülni a komoly zene sokszínű világában. Persze sokan túl nehéznek, bonyolultnak érzik a műfaj, de talán, ha jó irányból a megfelelő darabokkal kezdjük az ismerkedést, igazi élményekben lesz részünk. Ehhez kapunk ma kis segítséget a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem zenepedagógusától, Makkai Gyöngyvértől, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Üdvözlöm a mozaikban. Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Zenepedagógusként hogyan tapasztalja, melyik az a korosztály, amelyik talán a legbefogadóbb a műfaj iránt? Erre a kérdésre közvetett módon válaszolok. És pedig azt mondanám, hogy az ember, amit ismer, az iránt nyitott. És ha szereti azt, amit ismer, akkor odaadóbb. Szóval itt nem mulasztom el az alkalmat, és megköszönöm annak a korosztálynak a nevében, aki az Erdélyi TV-n keresztül lehetőséget kap arra, hogy hétről hétre, mivel objektív okok miatt nem tud koncertre menni, mégis azt, amit valamikor nagyon megszeretett, alkalma legyen nézni, követni. Mi a helyzet a fiatalokkal? Itt elsősorban a tinédzserekre, a középiskolásokra gondolok. Hát én most sóhajtva erre azt válaszolnám, hogy mennyire jó lenne, ha lennének Leonard Bernsteinok, akik annak idején koncertek fiataloknak előadás sorozat keretén belül olyan ajándékot tudtak adni, amelyen keresztül az emberek nagyon-nagyon megszerették a klasszikus zenét. Visszaemlékszem arra, hogy még Nagy Tatám is, aki valamikor a Vásárhelyi zenekarban, a Filharmonia zenekarában fuvolistaként játszott, idős korában, amikor közeledett az időpont, hogy kezdődnek a tévé által közvetített Bernstein koncertek, ünneplőbe öltözött és úgy hallgatta azokat az előadásokat. Szóval nincs, vagy mondjam azt, hogy vannak Bernstein
szándékú emberek, akik szeretnék a zenét propagálni, és szeretnék a lehetőségeknek megfelelni, tehát a lehetőségekhez képest minél jobban, minél lelkesebben tenni ezt. De arra gondolok, hogy vannak évfolyamok, például 8. osztály, 10. osztály, heti fél óra. Hát ez elég sajnálatos. Aztán eszembe jutnak a bölcsek, a kínai bölcsek, Konfúciusz, aki azt mondta, hogy a zenének jelenformáló ereje van. Platón megálmodta az ideális államot, és azt gondolta, hogy az a feladat, hogy minden embert tanítsanak a zenére, mindenkinek zenélni kell. Szóval... Mit mondana ön zenepedagógusként, hogy korosztálytól függetlenül és zenei preferenciától függetlenül miért fontos, hogy rendszeresen hallgassunk klasszikus zenét? Most mondott egy szót, azt mondta, hogy hallgassunk. Hát igen, a klasszikus zenét hallgatni az valami másfajta figyelmet, másfajta hallgatást igényel. És hogy a mai korosztály, tehát a fiatalabb korosztály miért hallgatja egy kicsit más füllel a klasszikus zenét? Hát azért, mert más a világ. Tehát minden felgyorsult, mindent akarunk. És a klasszikus zenéhez, hogy hallgasd, időt kell szentelni, le kell ülni, és a hangok ura előtt, a zene előtt térdet kell hajtani. Ez valami olyan jelenség, hogy nagyon sokszor lehet hallani, hogy az egyházon belül azt javasolják, hogy csendesedj el, és hogy legyen türelmed. Hát a zene előtt is elcsendesedni egyfajta imádkozás. És persze olyankor az embernek a lelke megnyugszik. Na, ehhez nincs elég ideje a mai embernek, mert fel van gyorsulva minden. Tudjuk nagyon jól, hogy már egészen picikorúaknak léteznek különböző klasszikus zenei válogatások, amelyekkel akár nagyon jól és sikeresen meg tudjuk nyugtatni őket. Ideális esetben, mikor kellene elkezdeni a klasszikus zenét hallgatni, és ki segíthet ebben? Hát nekem most Kodály szavai jönnek segítségül, mert hogy erre a kérdésre válaszoljak, mert ő azt mondta 1948-ban egy párizsi konferencián, hogy a zenét a gyereknek 9 hónappal születése előtt kell kezdeni tanítani. Aztán persze kinevették, és menet közben rájöttek arra, hogy mennyire igazat beszél. És Kodály helyesbített, és azt mondta, nem a gyerek születés előtt 9 hónappal, hanem az anya születés előtt 9 hónappal. Erre ezt válaszolnám. Mit javasolna a fiatal felnőtteknek, vagy akár az idősebb korosztályúaknak is, de ugyancsak a kezdőknek, hogy ők hogyan fogjanak hozzá, ha nyitottak lennének egyáltalán? Hát hozzáfogni sohasem késő. Na most képzeljünk el egy asztalt, a zene asztalát, tele van egy csomó finomsággal. Milyen most nehéz választani? Tehát nagyon nehéz választani. Van azon az asztalon kamarazene, szimfónia, szóló, szonáta, van vokális, van hangszeres, van vokálszimfonikus, van reneszánszkori zene, de van modern zene, van atonális zene, van klasszikus zene. Tehát javasolni, hogy ki hogyan kezdje, mit tanuljon. Én itt azt gondolom, hogy miután a zene asztalán felkínálok egy csomó finomságot, megfigyelem, hogy az illető melyik után nyúl. A hús szereti, vagy a zöldséget, a halat. Tehát én valahogy így gondolom. Mennyire segíthet a műfajnak a különböző zeneszerzők életén keresztül történő megközelítése? Hogy ne feltétlenül egy dallammal kezdjünk, hanem elbeszélgessünk egy zeneszerzőről, az életéről,
különböző érdekességeket is mondjunk az életéből, és akkor például utána hallgassunk meg együtt egy-egy szerzeményt. Hát igen, az ember mindig kíváncsi, és így szívesen meghallgat történéseket a zeneszerzők életéről. Itt megvallom azt, hogy én, amikor, hogy mondjam, szakterületen vagyok, és tehát zeneiskolásokat tanítok, vagy az egyetemen zenész, leendő zenész kollégákat, akkor is, amikor Johann Sebastian Bachnak a muzikális és opferból tanítom az egyik kánont, amit kívülről kérek tőlük, akkor fontosnak tartom, hogy felolvassak egy könyvből, a mű keletkezési történetét felolvassam, és olyan célzattal teszem, hogy tulajdonképpen annak a műnek a témáját II. Frigyes porosz király, amikor Bach Poznanba ment, hogy fiát, Filip Emánuelt meglátogassa. Tudomására jutott a királynak, hogy ott van Bach, és meghívta, és íme a király téma, tehát az a téma, amit én kívülről kérek tőlük, azt nem Bach írta, hanem kapta, és be kellett mutassa improvizáló művészetén keresztül, aztán megírt egy kötetre való zeneművet, fuga, kánonok vannak benne. Na most én azért tartom fontosnak, hogy ezt elmondjam, mert olyankor mindig rácsodálkozunk az egyetemistákkal arra, hogy hú, mi lenne, ha ma egy vezetőnk, egy államelnök adná a zenész kezébe az általa írt témát. Tehát, na. Érdekes szempontok mindenképpen, és igen, az is érdekes kérdés lehet, hogy milyen mértékben különbözhet az, hogyha például valakinek konkrétan megmondjuk, hogy akkor ezt hallgassa meg, vagy csak feltesszük háttérzenének, és akkor úgy próbáljuk eljuttatni a dallamokat a füléhez. De mindezen túlmenően kíváncsi lennék, kevesebb mint egy percünk van már csak a beszélgetésből. Igen. Kíváncsi lennék, hogy mennyire segíthet az, hogy személyesen ellátogatunk a szimfonikus hangversenyekre. Tehát háttérzene, relaxációs zenék rendben van. De én valahogy úgy vélem, hogy ha háttérzeneként feltesznek egy lakrimózát ételt, vagy Beethovennek a 9. szimfóniáját, akkor úgy, hogy mondjam, nem degradálnám háttérzenévé ezeket. És a másik kérdésre, hogy az élő szimfonikus hangverseny. Trózner József szavai jutnak eszembe, volt marosvásárhelyi zeneszerző, aki tanára volt Csiki Boldizsárnak, vagy Terényi Edének, két zeneszerző nevét mondtam, akik ismertek, és akik nagy szeretettel gondoltak volt tanárukra, volt tanáruktól hallottam azt a mondatot, nem szeretem a konzervzenét. És amikor rácsodálkoztam, azt mondta, tudja, az ember elmegy a koncertre, ott élőbe hallja, a hangszer mögött ott van az a húsvér figura, aki ezért megdolgozott, rengeteg órájába tellett, amíg megtanulta, ott van, még ha hibázik is, de valahogy él, lüktet a zene köztünk, és ezáltal nem idegenedünk el egymástól. Én azt javaslom, hogy hallgasson mindenki egyre több klasszikus zenét, legyünk befogadóak a műfajra, és én köszönöm nagyon szépen a beszélgetést. Én is a meghívást. A Magyar Kultúra Napja apropóján fiatalokat kérdeztünk a magyar kultúráról. Van, akinek a néptánc, másnak a költészet, vagy a zene jelenti a kultúrát, abban azonban mindannyian egyetértettek, hogy szükség lenne valamilyen módszerre, amellyel a kultúra közelebb vihető a fiatalokhoz. Vers, regény, néptánc vagy zene? Vajon mi jelenti a magyar kultúrát napjaink fiataljainak, és hogyan, milyen formában fogyasztják azt leginkább? A Magyar Kultúra Napja alkalmából egyetemi hallgatókat faggattunk erről. Mit jelent számodra a magyar kultúra? Számomra a magyar kultúra igazából a szokásokat jelenti, meg konkrétabban a magyar szépirodalomra gondolok, népdalokra, mert ezeket nevelték belénk, ezeken nőttünk fel. Hát én a magyar kultúrát hallva először
az irodalomra gondolok, meg a magyar szokásokra, a néptáncra. Hogyha a magyar kultúrát hallom, akkor otthon, Nyeredremetén a nyeredremetei szokások jutnak eszembe. Például a szüreti bálok, a tűzoltó bálok, és a szokásos locsolás húsvétkor. Hát nekem valahogy így az egész magyarságunkat felöleli. Én azt gondolom, hogy mindent, amit magyarul teszünk, vagy magyarul cselekszünk, abban benne van valamilyen szinten a magyar kultúra is. Most gondolhatunk akár a népi hagyományok megőrzésére, de hogy ne csak a hagyományokról beszéljek, szerintem az irodalom is ide tartozik, vagy akár a zene. Egy nagyon szertágazó fogalom, mivel nem lehet beskatujázni, csak az irodalom, csak a zene, csak a színház, hanem tényleg egy nagyon szertágazó, gazdag kultúra, és szerintem mindannyian büszkék lehetünk erre, hogy egy ilyen kis nép, egy ilyen kis nemzet ekkora és ennyire gazdag kultúrával rendelkezik. Hogyan kultúrálódsz? Szeretek például verseket olvasni, szerelmes verseket főként, vagy néha napján eljárok ilyen szimfonikus hangversenyekre, vagy akár a mozit is ennek tudom betudni. Nagyon szeretek bálokba eljárni, táncolni, főleg néptáncolni, mert néptáncoltam is 10 évet. Hát olvasni is szoktam, szép irodalmat. Régebb többet olvastam, most már viszont annyira nem. Inkább az ilyen ifjúsági regények, amik a mai generációt jobban megfogják, úgyhogy engem is azok jobban megfogtak. Én személy szerint leginkább a zenébe találom meg a hozzám illő kultúrát. Úgy zenélésben, tehát hangszeren való játszásban, mint zenefogyasztásban. És ezt nem csak külföldi előadók révén, hanem magyar előadók révén is, akiket nagyra tartok, és úgy vélem, hogy nagyon sokan méltóak lennének arra, hogy nemzetközi szinten is elismerjék őket. Nekem is van egy zenekarom, mi is magyarul éneklünk, tehát ez is egy tudatos döntés volt. Számtalan zenekart fel tudnék sorolni, hogy kiket hallgatok, akik jelentősen a zenei kulturáltságomhoz hozzátesznek, tehát azzal, hogy a mindennapjaimban benne vannak, azáltal, hogy hallgatom őket, nekik is köszönhetem, vagy az ők zenéknek is köszönhetem, vagyok az, aki vagyok. Hogyan vinnéd közelebb a kultúrát a mai fiatalokhoz? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel szerintem kicsit közre játszik abban, hogy távolabb áll tőlünk fiataloktól például az olvasás, vagy a lírai művek fogyasztása. Közre játszik az is, hogy általános iskolában nagyon sokszor erőltetik ezt a gyerekekre, hogy meg kell tanulni ezt a verset, el kell olvasni ezt a kötelező olvasmányt, és ugye az az elv szerint, hogy amit erőltetnek, az nem annyira kecsegtető. Nem annyira vonzó a fiatalok számára. Ebből kiindulva szerintem azzal lehetne leginkább közel hozni a kultúrát, hogyha nem erőltetnénk, hanem hagynánk, hogy ez organikusan ivódjon be a fiataloknak az ízlésébe. Hát, hogyha a kultúra több formában megjelenne a social médián esetleg, vagy inkább olyan csatornákon próbálnák eljuttatni a fiatalokhoz, amiket ők is használnak, akkor szerintem sokkal jobban eljutna hozzájuk az egész magyar kultúra. Mindenképp javasolnám, hogy egy az, hogy magyar zenét sokat hallgassanak, de szerintem a színházba járás is egy nagyon fontos része annak, hogy igazán műveltek legyünk magyar nyelvből is, de nem csak magyar nyelvből. Lehet, hogy a mai kommunikációs technológiákkal, meg különböző eszközökkel ezt sokkal jobban el lehet érni, hogyha előtérbe helyezzük a különböző mostanság népszerű platformokon. A kultúránál maradva, a folytatásban érdekes programokra hívjuk fel a figyelmet, következik a kimenő.
Üdvözlöm a kedves nézőket ma január 22-én, hétfőn. Ma van a Magyar Kultúra napja. Ezt a napot annak emlékére ünnepeljük, hogy Kölcsey 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. 1943-ban pedig ezen a napon született Cseh Tamás, énekes, zeneszerző és színész. Önök Erdély kitekintőjét, a kimenőt látják. George Orwell 1945-ben kiadott szatírikus kisregénye, az Állatfarm tulajdonképpen a sztálini Szovjetunió allegóriája és kritikája. Tágabb értelemben viszont azt a gondolatot járja körül, hogy egy eredetileg szép és nemes elképzelés hogyan válik totális diktatúrává. Tudhatjuk előre, hogy milyen előzmények vezetnek egy ilyen rendszer kiépítéséhez. Észrevehetjük ezeket a forradalmat megelőző jeleket a titkos szervezkedésekben, a titokban énekelt indulókban vagy egyes szereplők jellemvonásaiban. Állatfarm január 24-én este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Bözödújfalu az 1940-es évek elején még látszólag a nyugalom szigete. Ugyanis megférnek itt példás békességben a legkülönbözőbb vallások és világnézetek. Itt él többek között egy kis székely közösség is, akik a középkor óta követik a zsidó szokásokat. Ők a szombatosok. Háborítatlanul élnek együtt a falu többi lakójával. Ám amikor Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolják, a budapesti politika hirtelen betör az életükbe. A származás és a vallási identitás ettől fogva élet-halál kérdésévé válik. Az igazság gyertyái január 24-én este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A Párosan szép című előadás a Bekecs Néptánc Színház fennállásának 15. évfordulója apropóján született. A teljesség igénye nélkül összegeznek és elevenítenek fel olyan az évek alatt emblematikussá vált koreográfiákat, melyeket a nagy érdemű közönség már láthatott. Az előadás a mindenkori férfi és nő kapcsolatrendszereit boncolgatja, párkapcsolati konfliktusokat vonultat fenn, amelyek ismerősek lehetnek bárki számára. Párosan szép január 26-án este 7 órától a Vajdahunyadi Művelődési Házban. Köszönöm figyelmüket, ennyi volt a mai kimenő. A Magyar Kultúra napját ünnepelve egyik kedvenc Cseh Tamás dalom soraival búcsúzom. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket. Dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék. Csak csönd neked. Jó időtöltést, viszontlátásra! A mozaik után Lovász Ágota mondja majd a tényeket. Szia Ágota, miről lesz szó ma a Híradóban? Szervusz Barni, hát a Magyar Kultúra napjának köszönhetően bővelkedett a hétvége kulturális eseményekben. Beszámolunk arról, hogy Kölcsey díjat kapott az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, magyar kortárs kultúráért díjakat adtak át a kolozsvári Sétatéri kaszinóban, már a Maros-szigeten pedig második alkalommal adták át a Hollósi díjakat. Összefoglaltuk és mutatjuk a legfontosabb híreket, 7-kor kezdünk, számítok figyelmükre. Tiltakozások. Kiáll az egészségügyben dolgozók mellett az RMDS. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint az országban zajló tiltakozás hullám mindenek előtt a kormány megfontolatlan döntéseinek következménye. Mezőgazdasági problémák. Tárgyalni érkezett ma Marosvásárhelyre Florin Bárbó mezőgazdasági miniszter. A Maros megyei gazdák 13 pontos követelési listát terjesztettek elé. Magyar Kultúra napja. Kolozsváron, már a Maros-szigeten és Aradon is díjátadóval ünnepelték a Magyar Kultúra napját. Azokat a személyeket és intézményeket díjazták, akik és amelyek hozzájárultak a kultúra ápolásához, a magyarság megmaradásához. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm a figyelmüket. Holnap is érdekes lesz a mozaik, így akkor is számítunk majd önökre. Szép estét, pihentető éjszakát kívánok. A viszontlátásra!